Sziasztok, üdvözöllek benneteket az állatkertek világában, ismét a Planet Zoo-val fogunk játszani, és a mai videóban kifejezetten az ausztráliai DLC-vel fogunk foglalkozni, ami nemrég a napokban jelent meg, és tartalmaz 5 új állatot, illetve 2-300 épületelemet, illetve ilyen épület együttest, amelyek nem lettek annyira rosszak, nekem kifejezetten tetszik ennek az egésznek a hangulatvilága, úgyhogy elkezdtem felépíteni egy állatkertet, aminek lesz további folytatása majd így videókban, de ezt majd a végén mondom el. Megyünk és megnézzük, hogy miket tartalmaz az új DLC, viszont mielőtt ebbe belevágnánk, ennek a videónak van egy támogató, úgyhogy egy rövid kis reklámblokk következik, cserébe a videó további részén nem lesz reklám. Ennek a videónak a szponzora a boosteroid.com, amely egy felhő alapú játékszolgáltatást kínál, és már Magyarországon is elérhető. Ezen a platformon a legújabb játékokkal játszhatsz, anélkül, hogy erős géppel rendelkeznél, akár egy régi 7-8 éves laptopon is tudsz játszani a böngésződön keresztül, anélkül, hogy bármit is le kéne töltened a saját gépedre. Amire szükséged van, az egy stabil internet kapcsolat, ami azt jelenti, hogy legalább 15, de ajánlott a 25 megabites sávszélesség, valamint egy billentyűzet és egy egér. Sőt, a boosteroid már telefonról is használható, ez esetben a telefonhoz szükség van egy külső kontrollerre, és természetesen ugyanúgy stabil internet kapcsolatra. Én azt az árkal ki is próbáltam, leteszteltem, sajnos csak az integrált billentyűzettel, ugyanis azzal lehet bevinni karaktereket, de telefonos kontrollerrel lehet ezt teljes értékűként használni. A szolgáltatás díja mindössze havi 10 euró, vagy annál is olcsóbb, attól függően, hogy mekkora csomagot választunk. Ezért cserébe több mint 50 ingyenes és több mint 150 fizetős játékot vehetünk igénybe, melyet Full HD-ban 60 képkocka per másodperces minőségben élvezhetünk. Ha felkeltette az érdeklődésedet ez a szolgáltatás, a leírásban megtalálod hozzá az oldal elérhetőségét. Nos hát, üdvözöllek benneteket az állatkertemben, ahol már az állatok nagy része megtalálható, sőt van egy plusz egyedik tag, aki alapvetően is benne van a játékban és megtalálható itt Ausztrália területén, úgyhogy majd őt is meg fogom nektek mutatni. Először körbevezetlek titeket, aztán pedig egy állatnak meg kell építenünk a ketrecet, illetve magát ezt az élhető körülményt, ugyanis egy állatot direkt úgy gondoltam, hogy majd együtt fogunk itt elhelyezni a parkban. Ez nem más, mint a kenguru, ugyanis ezzel a DLC-vel érkezett a kenguru a játékban, de először haladjunk szépen sorjába. Amit itt láttok, kukák, apróbb tereptárgyak, a nagy része már mind, illetve a fák, növények az ausztráliai DLC-vel jöttek, úgyhogy ezeket úgy kell nézni, ezek a lámpák is, illetve a dogok nagy része, úgyhogy amit itt láttok, az mind annak a tartozéka, de ezt majd külön így meg fogom mutatni. Nos, hát az állatok nyilván a legérdekesebbek talán. Itt az első állat, akit elhelyeztem a parkban, ő egy, azt hiszem, tehát madárféleség, bár repülni szerintem nem nagyon tud. Ez egy sisakos kazuár. Látok, tudjuk követni is! Nagyon szépen néz ki maga az állat. Láthatjátok, milyen életkörülmények között él itt. Víz nem nagyon kell amúgy neki, de kapott tőlem egy tavat, mert mindig szoktam nekik rakni azt is. Szeretnek labdázni, most éppenséggel csak itt gyalogol körbe, úgyhogy... Ami már érdekesebb viszont, hogy vannak dingók. Ugye a dingók egy kutyaféle tulajdonképpen. Nem a legbarátságosabb kutyaféle. Nagyon aranyosak. Túl sok baj nincs velük, nagyon szeretnek szaporodni, ami azért jó, mert a játékban ugye akkor lehet állatokat adoptálni, amiért nagyon sok jutalmat tudunk kapni. Az mondjuk, hogy tudom, mit csinál ott a vízben. Nagyon, nagyon kis cukik ezek a dingók. Nekik is hasonló életkörülmények kellenek amúgy, tehát ezt láthatjátok. Picit ilyen sivatagos feeling, de mégsem annyira, tehát ilyen... mi az ilyen rövid fű, azt hiszem, a talaj nekik. Ők is szeretnek amúgy labdázni. Tehát rövid fű nekik a talaj, meg ilyen kicsit ilyen homokos, köves területekre van főképpen igényük. Ja, itt van egy ilyen díszítőkő, nekik egy ilyen általam készített... Sokszor használok ilyen kis bungallót, ilyet építettem nekik. Ebben szeretnek pihenni. Már nem tudom hányszor lefialtak, úgyhogy... Vagy lefialt a nőstény, úgyhogy... teljesen jó. Most nem tudom, most jelenleg... Nem terhes. De valami terhes az előbb kiírta a játék, csak nem figyeltem. Mindegy, nem is ez a lényeg, majd úgy is szól, hogyha... Új bébi lesz itt az állatkertben. Amúgy azt hozzá kell tenni, hogy... Ugye ez, amit itt építek, ez... Nulláról úgy kezdtem, hogy saját magam építek mindent, nagyon aprólékos. Ebben a pici állatkertben több mint 4 óra munka van, hogy ez így nézzen ki, és még így is nagyon picike, és a terület az meg ilyen brutális, tehát hogy így ott vannak a határok, és így ennyi, 4 óra munka ennyi, ez a játék abszolút az aprólékosságról szól. Nos, az egyik legcukibb állat, ami érkezett amúgy a DLC-vel, az a koala, akit most kicsit közelebbről megnézzünk. Nagyon aranyos, elég nagy mászási igényei vannak, azon kívül igazság szerint túl sok mindent nem igényel, és nagyon aranyos.
Itt oly kis, így totyog. Most nem tudom, hogy ők már párban vannak, jó, mert az elén elfelejtettem hozzá rendelni társat, de ők is szeretnek párba lenni. Egyik sem olyan állat, akik nagy csoportokban szeretnek nagyon lenni, bár ő nem tudom hát ő még azért, itt azért még kettő koala elférne amúgy. Nagyon szeretik amúgy a látogatók a koalákat. Nem is tudom, most pont ott, most ott nézik őket éppenséggel sokan. Úgyhogy ilyen szempontból elég jól vonzza az embereket. A kis koala itt kaptak ilyen kis mászós területet, ugye ezt is így szoktam megoldani. Na. Jönnek tiltakozni az állatkert ellen. Menjetek haza! Sics. Arra kell odafigyelni, hogy kettes kerítés kell nekik legalább. És ugye a koalák, mivel szeretnek mászni, hogy ne tudjanak felmászni a kerítésen, úgyhogy ezt kifejezetten figyelni kell. Ki van építve az edukáció is amúgy itt a... Itt, ja, van ilyen koalás lámpa, ami nem igazán működik, de light mode automatic, fel tudom kapcsolni? Aha, hát ilyen. Világít ez valamennyire, de mégsem annyira. Tehát én nem érzem annyira effektívnek, mint a... Jönnek itt tüntetők. Nem érzem annyira effektívnek, mint ezt a lámpát. Ez nagyon szépen világít, és tök hangulatos ez a... direkt kifejezetten erre a területre szánt lámpa. Úgyhogy itt van egy ilyen kis... étkező rész, amit igyekeztem minél jobban díszíteni direkt itt az ausztrál elemekkel. Van itt egy ilyen 3D-s térkép, tulajdonképpen magáról a területről. A székek... itt az asztalok, minden ebből a pakból van. Van egy ilyen kenguru is, ami kicsit ilyen steampunkosnak tűnik szerintem. Én gyerekként megijednék tőle, de van egy ilyenünk is. Illetve vannak ilyen rozsdás bodegák is. Ez is ez a kék is, meg ez a rozsdás tető is az ausztrál DLC-hez tartozik. Ami nem annyira szép, de ezt inkább hagyjuk. Ja igen, a koaláknak nem mutattam meg amúgy, hogy itt... Így csinálta meg, na ez egy ilyen, nem tudom micsoda, ilyen napellenzőnek tűnik egy ilyen elem. És ebből csináltam nekik tetőt, elfogadták, úgyhogy igazság szerint az jó. Mi? Ez most mi volt ez a büntetés? Jó, mindegy, nem baj. Van itt egy ilyen kis pihenőszoba, ez egy ilyen előre elkészített épület, amit ez a DLC-hoz. Szerintem hangulatos, kicsit ilyen putri hangulata van itt szemből ezzel a sok rozsdás lemezzel, meg a tetejével, de amúgy nem rossz. Kifejezetten jó, illetve ez is egy ilyen épület. Ez a rozsdás tető, ez olyan... kicsit olyan fura, de... Ez is egy olyan épület, illetve ez is. Ugye itt az állatmenhely, a kórház van tulajdonképpen. De vannak ilyen tök ilyen gyík, kenguru, meg nem tudom, vannak ilyen egyéb díszítő elemek. Ez azoknak jó, akik szeretik az ilyen apróságokat a játékban, és szeretnek pepecselni, ugyebár. Úgyhogy az állatokat nagyjából megmutattam. Igen, tehát ugye volt a sisakos kazuár, volt a koala dingó. Itt van még, ami a DLC-vel érkezik, egy gyík. Aki jelen pillanatban nem tudom, hogy hol van. Ott van fent a gyíkocska, jobb fent. Elméletileg ez egy ilyen kéknyelvű gyík. Lehet, hogy ennek van valami pontosabb fordítása, én ezt találtam tulajdonképpen. Ezek talán annyira nem izgalmas állatok, mert ezeket elég könnyű ugyebár elhelyezni. Itt van neki a kis táblája, ami okosítja itt az embereket. Illetve az állatkertnek mondom, hogy van egy plusz egy tagja, ő pedig krokodil. Ráadásul sósvízi krokodil, ugyanis a sósvízi krokodil, megnézzük az UPD-ában, őt azért raktam be itt ebbe az állatkertbe, mert itt Ausztrália északi részén a partoknál is megtalálható, úgyhogy úgy döntöttem, hogy őt kap egy helyet ebben az állatkertben. És ami még hátra van, hogy vegyünk és elhelyezzük a kengurukat, ugyanis kenguru még nincs az állatkertben, és hogyha azt mondom, hogy ausztráliai állatvilág, akkor szerintem lehet venni albino kengurut? Egész olcsó. Jó, mindegy, ezt megnézzük, ezt őt lett lefoglaljuk. Három éves, úgyhogy egész fiatal. Úgyhogy ő jó lesz nekünk, illetve kell egy nőstény. Ő 4,7 éves. Egyelőre ezt a kettőt veszük meg, aztán meglátjuk majd az igényeiket. Na most, amit fontos egy új állatnál, meg kell néznünk az UPD-ában, hogy milyen igényei vannak. 330 négyzetméter, az nem vészes. Mászó területet nem igényel, vízfelületet sem, attól függet egy kicsit fog kapni. És három, grade 3-as kerítés kell, legalább 3 méteres. Az mondjuk, hogy elég magas, mert alapvetően 2 métereset szoktunk építeni, tehát legalább 3-as kerítés kell. Oké.
Nos, nézzünk egy kerítést, akkor meg szoktam állítani az időt. És én arra gondoltam, hogy a kenguruk azok itt lesznek. Akkor itt kialakítunk egy ilyen kengurus részt. Vagy lehet, hogy jobb lenne. Hát nem, itt jó lesz, mert úgyis itt van a kajálós részleg is. Na ez lesz a kenguru kenelünk, ez így jó is lesz. Amúgy elindítom az időt már csak azért, hogy legyen már nappal. Nappal jobban szeretek építeni. És akkor teszünk erre egy bejáratot, gyors. És akkor megmondjuk a... az állatkerti dolgozóknak. Ez nagyon fontos, amire mindig oda kell figyelni. Hogy itt nekik dolguk van. Gyors, beállítjuk munkaterületbe ezt a részt is, illetve azt a kettőt is. Most egyelőre egybe van minden, mert még annyira nem nagy az állatkert, amúgy azt is hozzá kéne adnom. Oké. Oké, tehát most jelenleg egy munkaterületünk van, ez még így ekkora állatkertnél szerintem így teljesen kezelhető. És akkor kell a kis állatokat, most már kis állatokat, egy kenguru azért annyira nem kicsi. Oké. Illetve a másikat is behozzuk ide. Lesz egy albino kengurunk, ez milyen menő már. Nappal lesz, és akkor szépen tudjuk majd a kenelt formázni. Annyi, hogy az érdekel, nem tudom, hogy hol hozzák majd a kicsit. Ott hozzák már dobozban a kicsit. 3 éves kenguru az már nem kicsi. Na mindegy. Szépen napfényben tudjuk majd itt a dolgokat csinálgatni. Hát akkor, mint egy ember. Ez az albino? Hagyjad már, a másik az tök kicsi. Ez az albino. Te fura. Valaki leöntötte hipóval. Te cuki? Jó, oké, rendítsek. És most az fog történni, hogy megállítjuk az időt, és megnézzük, hogy mennyire tetszik neki ez a terület. Nos, összességében amúgy tökre bejön neki, hogy ennyi magas fű van, viszont egy kis magas füvet le fogunk szedni itt a dolgokból. Így talán jobban látjátok. Szóval egy kis magas füvet le fogunk szedni itt, mert hát az a helyzet, hogy nem szeretem, hogyha ilyen sok a magas fű ezekben a kenelekben, mert nem látnak be rendesen az emberek, bár nem tudom, hogy ez őket befolyásolja, de nem szeretem a sok-sok magas füvet. Így elég lesz nekik a magas fű is. Oké, kis szólyt is el tudnának viselni, azt majd mindjárt megnézzük, hogy van-e esetleg... hát nincsen olyan... ilyen alvóhely, ami nagyon ilyen ausztráliai jellegű lenne. Nem tudom, a kenguruk mibe szeretnének aludni vajon. Nos, megnézzük, hogy milyen növényekre van szükségük. Szerintem az lesz a legjobb, hogyha először beállítjuk, hogy Óceánia. A biome pedig grassland és desert lesz. És erre rászűrök még szerintem egy content packet is, az ausztráliai pakkot, és akkor ezekből fogunk válogatni. Ezzel nem lőhetünk mellé, és akkor kifejezetten olyan növényeket fogunk használni. Akkor ez a fa. Mondjuk jó drága is. Így, hogy amúgy teljesen saját magam gazdálkodok az állatkertemmel, így azért sokkal jobban oda kell figyelni, ahogy mit vesz meg az ember. Vegyünk ide egy ilyen szép nagy fát. Oké, ez tetszik is neki. Ide meg veszünk valami kisebbet, és akkor ilyen kisebb bokrosokat fogunk majd venni. Túl sokféle fából nem válogathatunk amúgy. Hát azért hozzá kell tenni. Na nagyjából így lesz a növényzet. Igazság szerint ők nem igényelnek sok növényt, úgyhogy ezzel annyira nagy probléma nincs, és szerintem ez így bőven elég lesz. Itt hátrébb kaptak kicsit ilyen szárazabb kórókat. Nem tudom, nek mi a pontos neve. Triódia. Lehet, hogy ez valakinek mond valamit. Illetve itt pedig, ami kicsit ilyen zöldebb van elől, és akkor ez így lesz. Nekik szerintem ez teljesen szuper. Majd játék kell nekik, azt majd fejlesztenünk kell. 390 négyzetméteres igényük van, 2200-at kaptak, úgyhogy hatalmas lett ez a kennel. Oké, játék az majd kell. Hányan szeretnek lenni? A kenguruk szívesen vannak többen. Legyen már vagy 4 kengurunk, akkor veszünk még kengurut. Veszünk egy 5 éves hímet. És veszünk egy 6 éves nőstényt. És akkor így plusz 2 kengurúval fogunk mindjárt rögbe és gyarapodni. De most a VIP-kkel nem akarok foglalkozni, viszont csak kész a fejlesztés. Mit fejlesztettünk? A kazuárt fejlesztettem, illetve a sósvízi krokodilnak fejlesztettem dolgokat. Ezeket kilőném, és azt mondanám, hogy álljatok rá amúgy most erre. Lehet, hogy amúgy nem ártana ez sem egy picit. Oké, illetve egy sima research is elkészült. Nyilván itt nagyon az elején vagyok, aztán fejleszgetni kell. Bahiers, nagyon szuper. Nagyon-nagyon szuper. Itt már ki van maxolva az ausztráliai pak. Láthatjátok, hogy első szinten 207 item, utána 10, 7 és 9. Ezek vannak itt
amit fejleszgetni lehet. Megérkeztek az új kenguruink. Milyen jó pufák már. Tudom, mekkora farkuk van, ugye nekik az az ellensúly, azt hiszem, így ugrálás közben. Hagyjad már! De kis kényelmes valaki. Nos, készítenem kéne nekik, így nagyon gyorsan, valami... Hard shelter, az fullos egy... Mi van? Nem kell nekik, nézzétek már. Ők elfekszenek bárhol. Akkor viszont csináljuk azt, hogy ami mindenféleképpen kelleni fog, etető, itató, stb. Kiválasztjuk magát ugye a Red Kanguru amúgy így a játékban, hogyha pontos akarok lenni. Azok mit csinálnak? Azok boxolnak! Hagyjad be, megneverd az albinót! Ilyen csattant a melkosán. Hát ez rohadt jó. Amúgy nagyon veszélyesek a kenguruk, mert brutál erősek a lábaik, és egy embert is, hogyha megrúgnak, az nagyon kellemetlen tud lenni. És azt nem tudom, hogy be van-e pipálva bármi más, de szerintem nincs. Az azért király, mert akkor elméletileg a sprinklernek tényleg örülnek. Hát ez mindjárt kiderül. Valószínűleg igen. Jó, kapnak... mondjuk ilyet. Mondjuk így legyen itt a fa alatt kettő. Lesz ez alatt a fa alatt is egy. Meg itt is lesz kettő, és el tudják dönteni, hogy hova szeretnének feküdni. És kell nekik még egy kis water. És víz az sosem árt. Lehet nekik labdát is betenni. Oké. Ez egy királyság, mert így mennek fel a százalékok eléggé. Ice ball, az nem kell, szerintem small ball az is mehet. Most már ugye az fullos. Nem tudom, mi az, ami még hasznosabb lenne nekik. Jó, mindegy, kaptak pár dolgot, úgyhogy így most már csak el lesznek. Ez elég könnyű volt, ez a kenguru téma. Hogy milyen brutál nagy ez az albino. Koma, azért vannak rajta, ja, azok sérülések lesznek szerintem. Hogy pózol? Végen van. A legalább 50%-os ez a szórakoztatottság. Akkor már jók vagyunk amúgy. Úgyhogy ez itt teljesen jó. Injured, igen, megsérült itt a nagy csatákban. De hát vannak állatok, amik természetüktől fogva így viselkednek, úgyhogy most nem, melyikőjük lett az alfa? Ő az alfa hím. Ő lett az alfa, ő meg a kis alárendelt. Hát az albino olyan nőstények. Fú, és belefeküdt a kakiba. Nos, van még dolog, amit elfelejtettünk itt az állatokkal kapcsolatban. És az emberek már itt hú, amúgy egy picit kintebb hozhatnánk azt a kerítést. Ez megvan, és akkor ami még nagyon fontos ilyenkor, hogy ugye, hogyha bemegyünk a facilities-be, akkor tegyünk ki kukákat, miért itt teleszemetelik az emberek ezt a részt, mert ezt erőszeretettel megcsinálják, ott van mondjuk egy kuka. Na, ott is van, de teszek ide még egyet. Nagyon fontos a donation box, ugyanis ha láttak egy szép állatot, nagyon szeretnek neki adakozni. Úgyhogy ezzel is támogatják az állatkertet, ugye azon felül, hogy belépőt szedünk. Hogy ez hozzájárul, illetve teszünk ki, ilyen edukációs táblára lesz szükségünk, hogy az emberek tudják, hogy mi ez. Gondolom amúgy ránéz is, egy értelmes ember tudja, hogy ez egy kenguru, de azért írunk ki pár információt róla. Kiválasztjuk a kengurukat, úgy de jól néz ki a táblán ez a kis ikon, így né. Jó, és akkor azt mondjuk neki, hogy facilities. Ami nagyon fontos, hogy van ez az education speaker, de nagyon sokat lehet rajta dobni, hogyha a táblához oda rakjuk, és akkor ezen is bemondjuk, hogy milyen jók ezek a kenguruk. Akkor ezen a területen ezt hallani fogják, illetve ott is a kengurukról fogunk mesélni. Hát igazság szerint ez a látogatóknak számít ugyebár sokat, hogy ilyeneket rakjunk ki. Érdemes lenne amúgy pár ilyen egyéb dolgot, mondjuk ide rakunk egy képet. Nem tudom, melyik itteni edukációs dolog jöhet most szóba a kenguruk kapcsán. Legyen egy klímaváltozás, az mindig. Az mindig egy érdekes dolog. Neked mi bajod van? Last drink cleanness? Mert what happened? Ez nem működik? Not powered. Ah! That's not so cool. Na most, teszünk le ide mellé transformátort, mert arra is szükség lesz, ugyanis pont itt van a vége az előzőnek. Kicsit effektívebb lenne, hogyha odébb lenne, de majd az egész grupot át tudjuk mozgatni, hogyha úgy lesz. Úgyhogy ezért grupban editelem itt a dolgokat. Na most, ezt így beleraktam, és továbbra is bemaradunk a grup editorban, és megmutatom nektek,
hogy mennyi mindent tartalmaz maga ez a DLC építkezés szempontjából. Itt az Ausztrál Pack. Rengeteg ilyen pici, pöttöm aprócska dolog van. Annak ilyen előre elkészített ilyen. Nem tudom, az mondjuk tök jól néz ki. Tehetünk mondjuk akár egy ilyet. Ez 1500 dollárba kerül, hogy az eléggé brutálisan drága. Ezt berakom ide a izékhez, nem fognak neki örülni, mert olyan növények vannak benne, ami amúgy jó. Nem feltétlenül rossz. Ide kéne rakni ezt erre a sarokra. Fú, ez rohadt jól néz ki, csak az a baj, jött egy kenguru. Na mindegy, majd odébb megy, akkor majd ezt kicseréljük. Vannak ilyen fali díszek. Szintén lehet használni. Most így az előre összerakott dolgokat mutogatom. Ú, van ilyen kazuárus is, de tök jó. Ezeket még nem is láttam, ez még nekem is új. Be tudjuk tenni ide. Ezek azért jók, mert az embereknek a... Húha, ezt az egészet egy grubba csináltam meg. Uff. Ez durva mondjuk, de nem baj. Persze. Jó. De rakjuk ezt a kazuárosat. Számít ugye az embereknek a környezet, a díszítettség a parkban. Ettől függ, hogy milyen kedvük lesz, úgyhogy... Erre is mind oda kell figyelni. Kezdjük szerintem az architecture-ben, és akkor itt mondjuk valamilyen falat húzzunk fel. Na most csinálhatunk ilyen bodegásat, tehát láthatjátok, hogy vannak itt ilyen oszlopok, illetve vannak ezek a falak, ami milyen fa? Ausztrál fa. Jó, ezt jól megtudtuk most tulajdonképpen. Lehetne mondjuk ilyen szép íves. Használjunk most ilyen íves elemeket. Aha, csak az első az nem jól került oda. Ezt mindjárt belsőre kell tenni, ígyni. Ugye itt az a lényeg, hogy be tudjon jönni majd az, aki üzemeltetés meg tudja javítani. Oké. Nem szeretem amúgy ezt a lemezt, mert ez olyan... Nem tudom, ez a kék lemez, szerintem ez annyira nem néz ki jól. Maradjunk egybe finoman szólva, és akkor ezzel el is mondtam a véleményemet róla, mert... Nem tudom... szerintem nem szép. Illetve a tetőben... Használtunk ilyen paneleket, amik amúgy tök jól tudnak kinézni. De ebből most rá fogom tenni ezt ellenben, mert ez a rozsdás tető még mindig kicsit hangulatosabb, mint az a másik. Csak valami laposabb tető neme van-e. Akkor majd ilyet tudunk ide esetleg tenni. Így lentebb. Lefolyjon rendesen a víz, meg tehetünk ilyet a túloldalra is. Ez mind még ezek is tetszenek a látogatóknak, úgyhogy ilyeneket érdemes esetlegesen pakolgatni. Na. Így szépen. És akkor kapott egy ilyen kis furi fedőt, de jó lesz ez neki. Láthatjátok, hogy milyen tetőelemek vannak. Igazság szerint ezekből szinte mindenféle van, amire szükség lehet az építkezés folyamán. Most azt nem tudom, hogy most ide tegyek ilyet. Tegyünk ilyet. Kicsit létidegen ez a kék, de hát ezzel nem tudok mit csinálni. Viszont tök jók ezek az oszlopok, amit nagyon meg kell dicsérnem. Hogy például ezek a díszített oszlopok, ezek nagyon sok helyen nagyon jól jönnek, és tök jó hangulatot tudnak teremteni egy-egy építkezésnél, egy-egy épületnél, akkor az ember kicsit kreatívkodik. Úgyhogy ezeket én például erőszeretettel fogom akár máshol is használni. Hát itt azért jó pár díszítőelemet kapunk, mindegy, most ezekkel nem akarok annyit szöszölni, mert itt azért rengeteg mindent lehet. A pincékbe szokott ilyen lámpa lenni, tudjátok, de mindig kiég az izzó. Tehát ez ilyen kis gagyi, kis rozsdás valami, hát azokhoz a rozsdás tetőhöz meg ezekhez illik. A fényereje amúgy az nagyon alacsony szerintem, úgyhogy én azért annyira nem szeretem használni. Vagy legalábbis nem nagyon használtam, egyszer kipróbáltam. Ezek tök jók amúgy, tehát például vannak ilyen elemek, csak itt is tiszta rozsda a tartó elem. Vagy a tartó oszlop, tehát ez mondjuk itt tök illúzióromboló. Mondjuk ez mondjuk itt tök jól néz ki esetleg, hogyha tesz az ember ide egy ilyen kis valamit. Ez is tök, mondjuk itt ide pont nem illik ide, de ez tök jól tud kinézni. Vannak ilyen fal, ilyen agyagfal elemek, ezeket nem is mutattam még, viszont talán itt a koaláknál használtam. Ez mondjuk itt tök jó tud lenni, és hogyha szépen megpróbálod csatlakoztatni, ugye mondjuk pont ott van egy csatlakozási rész, akkor ezek egész jól tudnak mutatni. Itt vannak ilyen, mit tudom én, ilyen mászófa is van, és most ezt pont be tudom tenni ide a koalákhoz. Raklapot is kapunk, ha esetleg valaki szeretne eurós raklapokkal játszani, akkor van az is. Van ilyen kicsike, meg van nagyobb. És akkor mitől lehet belőle egy kis díszítést csinálni. Van ilyen kerítés. Ezeket, hát... Rozsdás kerítés, tehát hogy... Annyira szerintem nem extra. Ezt a részt itt elzárjuk. Így, hogy oda ne menjen senki. Akkor ilyen apróságok. Hát vannak ilyen fa...
oszlopok és a többik, tehát ilyeneket lehet lerakni. Ugye itt vannak az előre elkészített dolgok, van ez a kazuár, kazuáros szoborszerűség. Van ugye ez, amit láthatottok az előbb, még mozog is, ez a kengurus. Ugye van ilyen előre elkészített kis életkép belőlük. Ezek vannak, special effecteknél itt nincsen semmi. Ami még ugye érdekes lehet, az itt a facilities-ben, hogy milyen előre elkészített épületek vannak, mert azért ezek egész jól meg vannak dizájnolva. Alapvetően ugye a kukát azt már mutattam, van ilyen... Hát ez tulajdonképpen négy hüllőnek adhat otthont. Ez nagyon szépen fel van díszítve, és elég sok látogatót be tud vonzani. Elég drága, tehát ez 15 ezer, viszont annál hasznosabb, és még jól is néz ki. Ugyanez van duplában, tökre tetszik amúgy. Én is ugyanezt a dizájnt használtam, tehát én a singlet vettem meg, ezt az 5000-eset, ami itt van. Csak én levettem róla ezt a kengurus napellenzőszerűséget. Ez tök jól néz ki, és ugye ebben hüllőket, meg ilyen mindenféle ízeltlábúakat lehet tartani. Van egy ilyen, ez is rohadt jól néz ki szerintem. Ezekben mind, vagy hát a nagy részükben ugye olyan dolgok vannak ugye, ami ebből a DLC-s pakban érkezett. Úgyhogy ez mind abból való. A Research Center az ebből a rozsdás bodegából van, olyan mint egy konténer amúgy. Nem? Ez tökéletes olyan konténeres feelingje van. Hát ilyen építkezős területet lehetne csinálni. Csinálok vagy 60 konténert, vagy nem is tudom. Megcsinálunk egy ilyen konténerszállító hajóról, mint hogyha lepakoltak volna egy kikötőben, vagy nem tudom. Na mindegy, ez olyan fura ez a konténer kinézet. Ez például brutál menő szintén, tök jók azok a napozó ágyak. Fel lett téve oda a raklapra ez a kis lámpa, brutál jó. Ez egy shop, ez tulajdonképpen egy bolt van így körbeépítve. Ez azért jó, hogy ennyire, ja ez egy dupla shop ráadásul. Ez azért jó, hogy ennyire körbe van építve, mert a látogatóknak ez nagyon durván tetszeni fog. Akkor van itt egy single shop, ami csak így egyedül van, ez is nagyon jól néz ki, fú, tök jó. Akkor van egy ilyenünk, ez mi volt? Staff room, igen, ezt láthattátok, mert ez már nekem is van egy lerakva. Nagy WC, egy dupla WC, ez mondjuk tök hangulatos, ez tetszik. Ezeket még én sem láttam, mert pont most a videó előtt lett kész a fejlesztés. Ez meg a single WC. Tökre tetszik, hogy ezt a hullámos tetőt így oldják meg amúgy. Ez kifejezetten tetszetős. Oké, akkor itt van, ez kinek a szoba? Ez Trade Center. Trade Center, ez is tök jól néz ki. Itt van szintén ugyebár a Vet Surgery, illetve Workshop. Ez ilyen kis egyszerű. Mint a hátsó fészer, csak kicsit jobban fel van díszítve. Illetve ugye ez a pad, amit már láthattatok. Mondjuk, hogyha oda viszem a izéhez, az úthoz, akkor itt talán láthatjátok is, hogy le van rakva. Van ez a pad, van ez a köralakú pad. Igen, itt ezek nem egybe vannak ezzel a napernyővel, azt én tettem oda rá középre. Picit bentebb is kell tolni, mert alapvetően ugye annak van egy ilyen fém alsó része, amit... Úgyhogy nagyjából ezek vannak, srácok. Itt ugye mutattam, hogy tulajdonképpen milyen növények van, ennyi növény van összesen, és itt is van három ilyen előre összerakott ez, ugye amit már láthattatok, van egy ilyen egyszerű kis életkép, ezt ide is rakhatjuk akár, mert ez tök jó, azt tetszik, csak akkor annyi, hogy ezt itt eltüntetem, oké, okay. És van egy ilyen, ilyen kis kaktuszos, kis köves, ezek a kövek eddig is megtalálhatók voltak amúgy, ha jól tudom a játékban, de ez tök jól néz ki, roppant mód, jó pufa. Úgyhogy ezek találhatóak a DLC-ben, itt már kifejezetten szerintem nincs olyan, hogy... Itt a habitatben még egy apróság van, aztán lehet, hogyha továbbfejleszteném a koalát, illetve a kengurut és az állatokat, jönne még elő egyedi dolog. Ugye a koalának van ilyen eukaliptusz etető, ami úgy néz ki, hogy tulajdonképpen ezen a fán van egy ilyen kis cső, és akkor ugye abból tudja gondolom kiszedegetni magának az eukaliptuszt. Nekem ott van egy ilyen fa. Tehát, ha jól tudom, valahova ide jobbra tettem még. Ez még, ami kicsit ilyen egyedi dolog. Nem tudom, hogy későbbiekben esetleg kerítés lesz-e, vagy valami. Nagyjából jelenleg ennyi minden található ebben a pakban. Elindítom közben az időt. Nézzük tovább a kengurukat, mert rohadt menők. Hát azért mondhatjuk szerintem, hogy mint a DLC-ben, mint a valóságban a kenguru talán az egyik legikonikusabb és a legkülönlegesebb állat. Ez a kis erszényes, ami hogyha megrúg egy 10 métert repülsz. Persze nem kell hozzá közel menni, de hogy azért egy eléggé erős állatról van szó. Csak odébb lökted a labdát, de azt hittem játszol is vele. Lesz itt valami műsor, vagy valami. Fel kell a benga.
Brutál jól néz ki. És színtiszta izom. Tök jól néz ki. Hát ezek a mozgások jól meg vannak csinálva. A sajnálom, hogy a játékba tartalom jelenleg csak DLC formáiban érkezik, viszont van egy ötletem. Sokan szeretitek a Planet Zoo-t, és az kicsit monotonná vált számomra, hogy a küldetések során, ugye a fő kampány során mindig az a menete a dolgoknak, akkor egy kicsit odébb megyünk, hogy... Szóval a kampányban kicsit monotonak a küldetések, hogy mindig kapsz egy állatkertet, és akkor mindig azt kell tulajdonképpen kijavítani, és ott igazság szerint annyira nem tudod elengedni a fantáziádat. Itt viszont, ugye bár ez tulajdonképpen olyan, mint egy sandbox, csak figyelni kell a pénzre, most egyelőre ez az állatkert így termeli a lóvét, és arra gondoltam, hogy ha szeretnétek, és ha szeretnétek, akkor a komment szekcióba jelezzétek, hogy az eddigi DLC-kből, illetve akár az alapvetően bent lévő állatok közül is, mindig kiválasztok adott régiókat. Valamilyen kategóriákra osztva, de hogy így csinálnánk és folyamatosan bővítenénk videóról videóra ezt az állatkertet, hogyha az érdekelne titeket, szívesen néznétek ezt így videóban, akkor azt írjátok meg. Azért nem live-ban, mert borzasztóan pepecselős is. Látszok, ezt az icipicit is 4 óra alatt csináltam. Úgyhogy kacok, írjátok le a véleményeteket itt a DLC-ről nektek. Hogy tetszik? Szerintetek megérik-e ezek a DLC-k, hogyha esetleg játszotok a játékkal, vagy jobban örül, nyilvánvalóan, mint az ember jobban örülne, hogyha ezek ingyenes content update-ként érkeznének. Sajnos ez nem így van. Úgyhogy nyugodtan jöhetnek a vélemények komment szekcióba, srácok, ha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretitek és még nem tettetek, meg iratkozzatok fel. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogyha velem tartottatok, jók legyetek, sziasztok!